Ezúttal is nagy érdeklődés kísérte a március 3-áig látogatható tárlathoz kapcsolódó programot, ahol ezúttal Jankovics Marcell Trianon kiállításáról, a 100 évvel ezelőtt történtekről és a békediktátum következményeiről folyt a diskurzus. Molnár Miklós, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöki kabinetjének vezetője szerint bár súlyos csapás érte Magyarországot, lassan meghaladjuk, sőt le is fogjuk győzni Trianont. Meg fogjuk haladni, és le fogjuk győzni Trianont, nem is olyan távoli jövőben, hiszen az akkor győztesekként ünneplők közül azt hiszem, hogy ma Magyarország senkivel nem cserélne. Ezzel szemben Agócs Gergely aggodalmát fejezte ki, ugyanis szerinte hanyatlás indult meg az elmúlt 100 évben. A felvidéki származású népzenész, néprajzkutató szerint a magyarságot jellemző stílusjegyeket, gondolkodásmódot, magatartást felemészti a globalizáció. Azt is fel kell tenni magunknak kérdésként, helyén van ez így, hogy valójában a mai magyar társadalom és a mai magyar elit semmilyen szinten nem ápol kapcsolatot a szlovákokkal, a kárpátai ruszinokkal, az erdélyi románokkal, még azokkal sem, akiknek a dédapjuk dédapjának a dédapja is a Szent Korona alatt valója volt. A beszélgetésen részt vett még Molnár Miklós, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöki kabinetjének vezetője, és Erfán Ferenc festőművész, az Ungvári Szépművészeti Múzeum igazgatója is.